Az első EURES-állásod. Gabriel 22 éves, portugál és munkát keres. Diplomás, van már némi tapasztalata, és nagyon szívesen dolgozna az Európai Unió egy másik országában. Svédországban Ingrid pedig egy KKV-t, vagyis kis és középvállalkozást vezet, alkalmas jelölteket keres a vállalatánál megüresedett állásra. Milyen hasznos lenne, ha Gabriel és Ingrid találkozhatna? Nos, az első EURES állásodnak köszönhetően találkozhatnak. Az első EURES állásod az Európai Bizottság által létrehozott célzott foglalkoztatás mobilitási rendszer. Célja, hogy segítse a 18 és 30 év közötti fiatalokat végzettségüktől, készségeiktől és tapasztalatuktól függetlenül a munkavállalásban azzal, hogy megkönnyíti a számukra meglévő üresedések fellelését. Ugyanakkor segíti a munkaadókat is, hiszen olyan munkavállalók előtt nyitja meg a vállalkozásukat, akiket helyi, regionális vagy országos szinten talán nem találnának meg. Gabriel az interneten kutakodva rátalál az első EURES állásodra. Megtudja, hogy a rendszert bevezető foglalkoztatási szolgálat gyakorlat és ő talán pénzügyi támogatást is tud nyújtani neki az álláskeresésben. Ingrid egyelőre hiába keresi a megfelelő jelöltet hazájában. Úgy döntött, hogy kapcsolatba lép az első EURES állásod foglalkoztatási szolgálattal és a rendszer segítségével merít a tehetséges dolgozók nagyobb választékából. Az első EURES állásod számos módon támogatja a munkakeresőket, a munkahelyet váltókat és a munkáltatókat. Például összeveti a lehetséges jelöltek profilját a többi tagállamban előforduló aktuális üresedésekkel, és mindkét félnek gyakorlati információkat és útmutatást nyújt. A foglalkoztatásnak legalább 6 hónapig kell tartania, és be kell tartania az adott ország munkaügyi törvényeit. Gabriel feltöltötte az életrajzát, Ingrid pedig az állásajánlatát az első EURES állásod foglalkoztatási szolgálathoz. A foglalkoztatási szolgálat kiválasztotta Gabrielt egy videóinterjúra Ingriddel. Az interjú jól sikerül, és Gabrielnek felajánlják a pozíciót. Néhány héten belül kezd. Mivel felvették, az első EURES állásod pénzügyi támogatást tud nyújtani számára például az utazási és megélhetési költségek fedezésében. Ingrid pedig a munkavállalók integrációs programjának bevezetéséhez kért pénzügyi segítséget. Ez a képzést és mentorálást magában foglaló csomag a lehető leggördülékenyebbé teheti az átmenetet Gabriel és a vállalkozás számára is. Az ő kérvényét is elfogadták. Az előnyök egyértelműek. Az első EURES állásod felpörgeti a mobilitást Európa szerte, és ezzel nyerő helyzetet teremt azoknak, akik meg szeretnék vetni a lábukat a ranglétrán, vagy egy másik országban vállalnának állást. De a munkáltatók számára is, akik tehetséges dolgozók szélesebb választékából tennék innovatívabbá és versenyképesebbé vállalkozásukat. Az első EURES állásod, hogy könnyebb legyen toborozni és dolgozni Európában.